Végzős diákok várakoznak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csihagyőző szakgimnáziuma és szakközépiskolája előtt május 4-én. Hétfőn 9 órakor indult a 2020-as írásbeli érettségi időszak. A fiatalok hagyományosan magyar nyelv és irodalommal kezdtek, majd matematikával, történelemmel és idegen nyelvvel folytatták. A megmérettetés lebonyolítása azonban a járványhelyzet miatt korán sem a megszokott módon alakult. Az érettségizők egyszer használatos védőmaszkot kaptak, és amint beléptek az épületbe, fertőtlenítették kezüket és lábbeléjüket. A tantermek a vizsgák előtt kétszer estek át fertőtlenítő takarításon, ezt később minden vizsga után megismételték az intézmény alkalmazottai. A héten összesen 24 diák adott számot tudásáról, akik 5. kötelező tárgyként ágazati szakmai ismeretekből vizsgáznak május 14-éig. A Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban 58 végzős diák ült újra az iskolapadba. Az épületben vasárnap a Városi Mentőszolgálat és az önkormányzat ózongenerátoraival fertőtlenítették a termeket, így a tervezett biztonságban fogadhatták a fiatalokat. Én úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mert mindezt, amit tájékoztatásként elmondtam, azt gondolom, hogy maradéktalanul sikerült végrehajtanunk. A gyerekek nagyon fegyelmezettek voltak, betartották azokat a szabályokat, amiket előírtunk, illetve a kollégáimnak kell a köszönetet még elmondani, hiszen ők valóban mindenre odafigyelve felügyelték az érettségi vizsgákat. A tanulók és a felügyelő pedagógusok is kaptak előzetesen tájékoztatást a vizsganapok menetrendjéről, amely idén természetesen némileg eltért a megszokottól. A reggeli rutin tulajdonképpen az eddigiekhez képest abban tért el, hogy nem volt közös gyülekező. Az első napon az udvaron másfél-két méteres távolságban álltak meg a gyerekek, de a második-harmadik naptól kezdődően már, amikor beléptek az iskola udvarára, akkor két bejáraton, illetve három bejáraton keresztül lehetett fölmenni a saját termébe úgy, hogy fertőtlenítettük a lábát, egy fertőtlenítős szőnyegen kellett belépnie az intézménybe, és a maszkot föl kellett venniük. Hál' Istennek ennek a régi szép épületnek az az egyik nagy előnye, hogy jó nagy termeink vannak, így a díszteremben, a 24-es és a 29-es tanteremben voltak 10, illetve 9-en, de egyébként 4, 5 vagy 6 gyerek volt egy tanteremben. Az érettségizők március közepétől digitális tanrendben otthon készültek a megmérettetésre. Mint mondják, ez néhányuknak nehézséget okozott, másoknak éppen előnyére vált. Szerintem sokkal jobb volt így iskolán kívül tanulni, meg úgy beoszthattuk magunknak az időnket, nem volt vele semmi probléma. Igazából interneten sok mindent meg lehet találni, csak nem biztos, hogy az, amit pontosan kérdezni vagy kérni szeretnének tőlünk, de a tanárok segítségeinkre voltak, szóval teljesen jó volt az egész, szerintem nem volt annyira nehéz felkészülni. Én megtettem a tőlem telhetőt is, jöttem harcba. Kicsit nehezebb volt, ugye, hogy digitális oktatásban részesültünk, ezért ugye mindenre jobban oda kellett figyelnünk, hogy magunknak osszuk be az időt, stb. De igazából ugye a nagy részt már itt megkaptuk a felkészülésnek, szóval így kicsit nehéz volt, de egyébként jó. Szerintem a hátrány az volt, hogy ugye miközben folyamatosan kaptuk a feladatokat, és azokra ugyanúgy el kellett készülni, és az érettség így, hogy nagyon bizonytalan volt, hogy lesz-e vagy nem, így nem annyira tudtunk felkészülni rá lélekbe, úgyhogy ez, hogy az utolsó pillanatban jelentették be, rossz volt. De így magunknak tudtuk beosztani az időt, és nem kellett suliba járni, az nem fárasztott le, az volt az előnye. Inkább internetes feladatokkal próbálkoztam felkészülni, meg tételek tanulásával. Ugyanúgy tanulgattam a töri tételeket, gyakoroltam érettségfelcsolókat matekból is. A tanárok próbáltak minél jobban segíteni nekünk. Igazából szerintem nem volt nagyobb nehezítés, és számomra legalábbis az a koronavírus, mint amilyen lett volna alapból. Én szerintem inkább hátrányai voltak olyan téren, hogy nem tudtuk magunkat annyira rávenni, mivel nem volt biztos, hogy érettségizünk. Így az érettségét, mikor bejelentették két héttel, hogy érettségizünk, szerintem akkor sokkal jobban el tudtuk szállni magunkat arra, hogy tanuljunk. Véleményeik megoszlottak az első napok tapasztalatairól is, abban azonban egyetértettek, kevés meglepetést tartogattak a feladatsorok. Az első nap nagyon izgultam, ott
be se akartam jönni, de igazából az első napon, hogy túlestem, utána már nem volt úgy semmi izgalom, csak úgy, hogy na hát jövök, aztán lesz, ami lesz. Az első nap az tényleg olyan, hú, nem mi lesz itt, de egyébként az irodalom sem volt olyan nehéz, szerintem. Aztán a matekkal sem volt úgy probléma, az első rész tényleg nagyon könnyű volt, a második részben már voltak problémák. Személy szerint én egyáltalán nem fogom megérteni már szerintem a valószínűségszámítást, de megtettem minden tőlem telhetőt. A többiek is azt mondták, hogy az első rész az tényleg nagyon könnyű volt, a második részben viszont voltak nehézségek, ami természetesen így elfogadott egy érettségi kapcsán, kinek hogy ment. És a mai napra úgy azt tudnám mondani, hogy végre túlestem ezen is, és töriben tényleg úgy jöttem ide, hogy hú, hát akkor jó lesz nekem az a kettes is, de olyan témák voltak például, amikben talán úgy pont jó voltam órákon, és tudtam írni hozzá, szóval szerintem jobb lesz, mint kettes. Én magyarból emelteztem, az elég nehéz volt, de így a matek például az eleje az nem volt annyira vészes, a második része az már eléggé. Aztán most a töri eszély témáknak egész jókat kaptunk, szóval ezzel úgy elégedett vagyok. Viselnünk kellett a maszkot egész érettségi alatt, ezért hát az elején kicsit szokatlan volt, de egyébként úgymond hozzá lehetett szokni, de nekem ez volt inkább nehézség. Hát az utóbbi napokban én amúgy úgy terveztem, hogy pihenni fogok az érettségi hetén, de igazából ilyenkor készültem a legjobban. A matek... meg a magyar az elment, a töri, az szerintem nehezebb volt. Hát szerintem érezhetően könnyebb volt az érettségi mondjuk egy tavalyi sorhoz képest. Például a matek emelt szinten írtam, és az is könnyebb volt. A matekot úgy érzem, hogy az első rész könnyebb volt, mint a második rész. Így az irodalom úgy érzem, hogy nem lett rossz. Viszont most így a történelemnél az 56-os forradalommal kicsit meggyűlt a bajom. Szerintem könnyítettek rajta, ettől voltak nehezebbek jóval, mind a három tantárgyból. A magyar első nap az könnyű volt szerintem, jó volt így belekezdeni. Matektól féltem, az nekem a 25% volt a cél, és abból úgy éreztem, hogy többet ki tudtam hozni, így tegnap. Ma pedig a történelem, hát elsőnek nehéznek tűnt, főleg a kis kérdések, de miután még jobban átolvastam őket, átgondoltam, igazából azok sem voltak annyira nagyon nehezek. Szerintem most így őszintén jobban jártunk azzal, hogy nincsenek szóbelik, mivel lehet, hogy igazából jobban sikerülnek a szóbelivel, felhúznák, de nekem semmi kedvem nem lenne még egy hónapot a tételekkel kínlódni, szóval lehet, hogy így jobban jártunk. A kötelező tantárgyakat teljesítették a diákok a héten. Hétfőtől a szabadon választható vizsgákkal folytatják, már a korábbi években megszokott reggel 8 óra időpontban.